Az Aquitál FC Csákvár majd fél tucat játékosát nélkülözte sérülés miatt 2017 utolsó bajnokián. Soproni oldalon a legnagyobb hiányzó a 7 találattal a házi góllövő listát vezető Horváth Péter volt, aki 5 sárga lapja miatti eltiltását töltötte. A kezdő sipsza után mindössze 13 másodpercet kellett várni az első gólra, melyet maga a Mikulás szerzett. Igaz, ez a találat nem kerülhetett be a jegyzőkönyvekbe, az összakálló ugyanis csupán az ünnepélyes kezdőrúgás elvégzése után hivatalos játékidőn kívül talált a hálóba. A mérkőzés első valós próbálkozását Hatházi jegyezte, a vendége középpályásán a 4. percben lőtt a hazai kapu mellé. A csákváriak a 10. percben feleltek, egy szép támadás végén Máté lövése csattant a kapufán, majd egy perccel később a jobb oldalon felfutó védő Horváth Ivor bombája borotválta le ugyanazt a kapufát. A 21. percben újra az Aquitál jelentkezett helyzettel, Molnár Tibor szelídítette meg Horváth beadását, üggyel bajjal lerázta a védőket, estében adott lövése azonban az egyik soproni lábon megpattanva elkerülte a kaput. A 26. percben Gyürki készített le egy labdát Batizi Pócsinak, aki az elcsúszó tar mellől lőtt is, Markek azonban lábbal nagy bravúr bemutatva mentett. A 36. percben újra Batizi Pócsi veszélyeztetett, egy jobboldali kontra végén azonban ellőtte a labdát a hazai kapu előtt. A második félidő első lehetősége Molnár Tibor előtt adódott, a támadó Horváth beadása és Máté lekészítése után lőhetett, labdája azonban egy védőről szögletre pattant. A kimaradt helyzetre góllal felelt a Sopron, az 53. percben egy baloldali beadást Gajda pont Gyürki elé fejelt, a vendége középpályásának lövése ugyan levágódott arról, ám épp Batizi Pócsi elé, aki közelről nem hibázott. A kapott gól felpörgette a hazai csapatot a 61. percben, egy remek szóló után Sándor tüzelt, Molnár kapus azonban bravúrral védett. A 65. percben Nagy Zsolt beadása egy picivel bizonyul magasnak a csereként beálló Molnár Csaba számára, majd 4 perccel később Molnár Tibor fejelte mellé centikkel nagy újabb centerezését. A 70. percben Molnár Tibor a jobb oldalról lőtt élesen a kapu elé, a védők Molnár kapussal karöltve üggyel bajjal tisztáztak, majd 3 perccel később újra Molnár Tibor adhatott be, sejben fejesét azonban a léc fölé ütötte Molnár Márk. A 78. percben Sándor György távoli lövését paskolta szögletre a soproni hálóőr, a sarokrúgás pedig meghozta a hazaiak egyenlítését. Molnár Tibor szöglete után Kiprich és Sándor próbálkozását is blokkolták, végül sejben volt az, aki közelről a hálóba talált. A 80. percben egy remek Molnár Tibor, Sándor György háromszögezés után előbbi adott be, sejben elől azonban nagy nehezen felszedte a labdát Molnár Márk. Egy perccel később a felső léc mentette meg a Sopront, egy szőlet után a berobbanó Tar Zsolt fejese csattant a keresztlécen. A Csákvár hiába szegezte kapujához ellenfelét, a győztes gólt nem tudta bevinni, a végeredmény így maradt 1-1.